Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Daniel, a Nézőpont Intézet elemzője, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Ma minden riportalanyomat arról fogadok, hogy milyen volt az air condition a metróba. Nagyon jó. 30 fok, meg lehet dögleni. Hú, ez nagyon ciki. Akkor tessék ma eleget inni, és ha stúdiónak vége, akkor levenni az akut, és sapkát tenni, mert akinek dúshaja van, az is kaphat napszúrást. Nézzük, akkor a hétvégén vár ránk, azaz pénteken a plakáttörvény. Parlament rendkívüli ülésre ül össze. Már-már úgy tűnt, hogy létrejön egy új koalíció, és a szocialista párt a Fidesszel együtt megszavazza a plakáttörvényt, aztán előkerült a párt miniszterelnök jelöltje, Botka úr, és azt írja, már is mondom, hogy kiírja, a Magyar Hírlap, Botka torpedója a fekete pénzek szolgálatában, húha, nagyon erős cím, ordít, hogy ez korrupció. A Fidesz szerint Magyarországon a pártok tiltott finanszírozásáról beszélnek. Miért nem szavazza meg végül is a szocialista párt ezt a törvényt? Azzal kezdeném, hogy ez nem koalíció, hogyha egy ellenzéki párt támogat valamilyen kormánypárti javaslatot, vagy mondjuk a kormánypárt és valamelyik ellenzéki párt egyeztet. Gondoljunk csak bele, amikor az LMP az alkotmánybírók ügyében kompromisszumos megállapodás kötött a kormánypártokkal, akkor sem beszéltünk arról, hogy az LMP a kormánypártoknak a szekerét tolná. Ez egy normális bevett gyakorlat mindenhol a világon, egy bizonyos témában, ahol az érdekek egybeesnek, mondjuk valamelyik ellenzéki pártnak, meg a kormánypártoknak, akkor igenis egy olyan javaslatot, egy olyan törvényt hoznak létre, ami mind a két félnek megfelelő, és mind a két félnek az érdekét leképezi. És most azt látjuk, hogy az MSZP-nek egyértelműen az lenne az érdeke, hogy egy átlátható kampányfinanszírozástól szóló törvényt megszavazzon, hiszen most, ahogy látjuk a viszonyokat a plakátpiacon, Simicska Lajos konkrétan piaci áron, jóval a piaci áron alul értékesít a Jobbiknak plakátfelületeket. De hát, hogyha övé a cég, akkor tulajdonképpen ő eldönteti, hogy mennyire adja, nem? Akár ingyen is odaadhatja. Ez tiltott pártfinanszírozásnak is felmerül, nem beszélve arról, hogy az állam számos adóbevételtől is elesik, tehát itt nem teheti meg azt egy magánvállalkozó, főleg ilyen politikai kérdésben, hogy egyik pártnak mondjuk 80.000 forintért adja a plakát helyeket, a másiknak csak 6.000 forintért. De egy pillanatra álljunk meg. Elképzelhető, hogy például akkor, amikor annak a bizonyos pártnak a plakátjai vannak fönn, akkor uborka szezon van, kifutott minden egyéb megrendelés, jobb eladni azt 50%-ért, mint hogy üresen vagy régi plakátok legyenek. Nagyon fontos, hogy... Hiszen a magánvállalkozó azért vállalkozó, hisz őneki profitot kell termelni, vagy legalább nem veszteséget. Igen, tehát csak egy olyan környezetben, nem... amikor a Simicska Lajosnak a fia jobbikos kétharmados győzelmet vár, amikor a Simicska Lajoshoz média, tartozó médiafelületeken, fontosan a Jobbiknak a kampányszlogeneit láthatjuk, most még a Hír TV-n múlt héten egy 20-30 perces Vona Gábort ilyen teljes sztárként áhítatban bemutató videófelvétel került elő a Facebookjára. Tehát így látszik, hogy... Én legalább fontosan, a Hír TV-re odafigyeltek látszik, az hogy egyéb médiumok is. A Simicska Lajoshoz tartozó médiafelületek, a vállalkozások egyértelműen a Jobbik szekerét tolják, és egy ilyen környezetben, amikor a plakátpiacon Simicska Lajos mondhatni monopóliummal rendelkezik, az nagyon komoly versenyhátrányt jelent a többi pártnak. De vannak pártnak, más televíziók is, akik viszont más pártot favorizálnak. De csak ezt azért mondtam példaként, hogy mivel a plakátpiac a monopolhelyzettel bír Simicska Lajos, ezért a többi pártnak a versenyhátránya az nagyon komoly veszélyt jelent egy kampányidőszakban. Ezért mondom, hogy az MSZP számára egyértelműen az lenne az érdek, hogy átlátható legyen, és hogy mindenki számára azonos feltételekkel lehessen plakátolni, hiszen az garantálna azt, hogy mondjuk a kisebb pártok is ugyanesen indulhassanak. De ez akkor nem volt probléma, amikor a fennnevezett úriember még
a Fideszhez tartozott? Amikor a Fideszhez, akkor is monopólium amikor a volt. Fideszt támogatta Simicska Lajos, akkor piaci áron kapott a Fidesz plakáthelyeket, pont Kósa Lajos is ismertette a számokat, akkor nem volt olyan, hogy mondjuk egy ellenzéki pártnak sokkal drágábban kellett volna a plakátokat megszereznie, mint mondjuk a kormánypártoknak. Meg kellett volna kérdezni az ellenzéki pártokat. Megkérdezték? Az ellenzéki pártok akkor azt követelték, hogy listáron legyen mindenkinek, és listáron is volt, és most nagyjából ugyanazokat a törvényjavaslatokat terjeszti be a kormánypárt, illetve most az MSZP nagyjából ugyanazt próbálták kialkudni, amit korábban az MSZP, de az együtt is javasolt. Végülis az MSZP miért döntött úgy, illetve a miniszterelnök jelölt, hogy pártjának, a párttagoknak a korábbi véleményét nem veszi figyelembe? Az MSZP az most egy nyerhető helyzetből csinált egy ilyen teljesen kudarcos politikát, hiszen egyik napra a másik napra változtatta meg az álláspontját, és nem véletlenül még a demokratikus koalíció Gyurcsány Ferenc pártja, aki azért sokkal erősebben, markánsabban képviseli a teljes Fidesz Orbán ellenességet és Fidesz ellenességet, még ők is arról beszéltek, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy valamilyen megállapodásra jussanak a kormánypártokkal, de Juhász Péter is ugyanerről beszélt, és nem véletlen, hiszen tudják nagyon jól, hogy ez az ő érdeküket is szolgálná, hiszen a kampányidőszakban kulcsfontosságú lesz, hogy ki mennyiért, ki hány plakátért fog jutni, és az MSZP nagy valószínűséggel, vagy két ok miatt, egyik az rosszul ismerték fel az ő kampánytechnikájukat, rosszul ismerték fel, mi az ő érdekük. A másik lehetőség viszont az, hogy Simicska Lajos valamilyen nyomást gyakorolt a pártra, hiszen látjuk, hogy folyamatosan keresztüzbe kerültek a Jobbik részéről, illetve a Simicska Lajos sajtótermékei is folyamatosan ösztűz alá vették a Szocialista pártot, és a Simicska Lajos sajtótermékei az egy komoly megjelenési felületet jelent az MSZP számára is, lehet, hogy megfenyegette mondjuk a Szocialista pártot, tehát ilyen forgatókönyvek is elképzelhetőek. Két nappal az események előtt ön mit jósol? Át fog menni a kétharmados döntés, vagy nem? Még a politikában nagyon gyorsan jönnek a fordulatok. Most azt látjuk, hogy a baloldali ellenzéki pártok azok próbálnak egységesen felépni, és nem engedik meg egymásnak azt, hogy az egyikük mondjuk igen, másikuk nem lesz szavazzon. Elképzelhető, hogy lesznek olyan baloldali képviselők, akik mégis megszavazzák ezt a törvényjavaslatot, hogy vagy benyújtanak, vagy valamilyen korrekciós eszközzel élnek, és elképzelhető, hogy valamelyikük megszavazza, hiszen egyértelműen mondom, ez az ő érdeküket is szolgálná, hiszen az átlátható kampányfinanszírozás az, hogy mindenki egyenlő feltételekkel jusson plakáthelyekhez, az leginkább a balliberális pártoknak az érdekét szolgálja, nem beszélve a kisebb pártokról, akik el is törpülnek a nagyobb pártok kampányai mellett. Nézzük akkor, a szocialisták kampánystábja fölállt, és hogyha jól értettem, akkor van ott két személy, akit végül is Botka nem hagyott jóvá. Igen, ott múlt héten például Baja Ferencnek a neve is felmerült, és azt hittük, hogy ő le fog kerülni a kampánycsapatba. Ugyanakkor látszik, hogy Botka László próbálja átvenni az irányítást az MSZP-n belül, próbálja ő diktálni a feltételeket. Ugyanakkor nagyon vízfejű leszett van a Szocialista párt, hiszen most már a alapítványi költésekről is Botka László akar dönteni, de mindenféle utalást neki kell jóvá hagyni. És elképzelhetjük, hogy egy miniszterelnök jelölt, akinek járnia kell az országot, akinek ki kell alakítani a kampányát. Múlt héten arról beszéltünk, az eddigi fél év az ugye nagyon kudarcos volt Botka Lászlónak, és hogyha még ennél is kevesebb ideje lesz, mint amennyi eddig volt, hiszen azzal fog foglalkozni, hogy párton belül tartsa az egységet, akkor megnézhetjük majd, hogy mennyi ideje lesz arra, hogy ő kampányoljon és elmondja az ő ígéreteit. Itt most ezt látjuk, hogy nagyon nehézkes lesz itt a Botka Lászlónak az elkövetkező időszaka, hiszen nincsenek meg azok az emberek párton belül, akikről támaszkodni tud. Most is ez a plakáttörvényes dolog is azt mutatta, hogy igazából az MSZP-n belül van az egész MSZP frakció, aki szöges ellentétben gondolkodik Botka Lászlóval. Hát nem lehet, hogy szöges ellentétben, hisz 96%-kal megszavazták az ő miniszterelnök jelöltségét, és az ő útját, az ő programját. Tehát a 4% azért nem lehet annyira kidomboruló. Pontosan, hát egyedüli jelöltként nagyon nehéz lett volna másra szavazni, és a másik, hogy itt igazából mindenki bizalmas szavazott Botka Lásznak, mert nem volt nála, nem volt olyan jelölt, aki szóba jöttött volna. De lehet, hogy ezek volna, szerint mégsem. De ez nem azt jelenti, hogy itt tényleg mindenki mellszélességgel követi Botka Lásznak a programját, a programpontjait. A média bojkottnál is emlékszünk, hogy a
pártelnök Molnár Gyula is a Kossuth Rádiónak nyilatkozva azt mondta, hogy ez egy téves út, ő sem ért egyet a bojkottal. Most is látjuk, hogy az egész MSZP frakció már elkezdett egyezkedni a Fidesz-szel a plakáttörvény kapcsán. Tehát látjuk, hogy teljesen mást képzelnek el az MSZP vezető politikusai, az MSZP jövőjéről és az MSZP kapcsolatairól, mint amit Botka László. Elképzelhető, hogy még a választásokig lesznek ott változások. Még egy mondat erejéig maradjunk itt, hisz ön is a melegre panaszkodott, egy valamire való politikus, aki már befejezte a parlamenti munkáját, fogja magát és elment nyaralni, mindannyian nyaralnak. Péntekre viszont mindenkinek vissza kell térni, olyannyira, hogy a miniszterelnököt is hazarendelték Brüsszelből, aki nem nyaralni van Brüsszelben, hanem dolgozni a szavazásra. Ön szerint végül is mindenki meg fog érkezni? Ugye a frakcióvezetőnek, hát Hósa Lajosnak kell majd dönteni arról, hogy végül lesz-e értelme annak, hogy megjelenjen minden képviselő, hiszen hogyha várhatóan nem lesznek most a kétharmad, akkor nagy értelme nincsenek a szavazásnak, mert ugyanúgy el fog bukni. A lesz a kérdés, az ellenzéki képviselők közül mindenki jelen lesz-e. Hogyha nem lesz mindenki jelen az ellenzéki képviselők közül, akkor lesz esély a plakáttörvény megszavazására, vagy hát, hogyha valamelyik baloldali politikus... Tehát a parlamenti aritmetika szerint mindenképpen az ellenzék képviselőinek meg kell, hogy jelenjenek. Hát akkor nem fog átmenni a átlátható kampányfinanszírozásról szóló törvényjavaslat, hogyha az összes ellenzéki képviselő ott van, és nemmel fog szavazni. Váltsunk. A visegrádi négyek elnökségét átvettük a napokban. Mit vár ettől? Vajon az Európai Unión belül a V4-ek erősödni fognak, jobban oda fognak figyelni ránk? Főleg a mi elnökségünk idején? Ja, a visegrádi négyek együttműködés az már több évtizedes, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek a jelentősége kulcsfontosságú. Ugye Németország és Franciaország a napokban jelentette be, hogy pár hét múlva egy közös javaslatot fognak letenni az asztalra az Európai Unió további működésével kapcsolatosan. Tehát itt látjuk, hogy Németország és Franciaország próbálja ismét vagy továbbra is diktálni a feltételeket. A hegemóniát átvenni. Igen, megtartani azt a uralmi rendszert, amit eddig is láthattunk az Európai Unión belül. De úgy tűnik, hogy ezt ők ki szeretnék szélesíteni és az olaszokat bevenni, hisz a britek most már elkezdték a kilépési tárgyalásokat, és azért nem elegendő az, hogy Merkel vezesse az Európai Uniót, a franciák, habár ma reggel már ugye Macron ellen is kihallgatások vannak, és az amerikai útja körül problémák vannak, tehát őnek is sem lesz annyi ideje. Igen, az egész Európai Unió úgy van kitalálva, hogy ez Németországnak kedvezzen. Pont az Indexen volt tegnap egy cikk, ami feltárta azt részletesen, hogy mik azok az elemek a gazdaságpolitikában, ami miatt elmondható, hogy Németország az Európai Uniónak az egyedüli ura, és minden egyes gazdaságpolitikai döntés úgy megy végig, hogy azt Németországnak jóvá kell hagynia. Ez nem fenntartható, és ezért rendkívül fontos a visegrádi négyeknek az egysége, hiszen hogyha ez a négy ország összefog, akkor van olyan ereje, mint Németországnak egy magában. De a visegrádi négyeken belül is azért vannak nézeteltérések, hisz vannak a visegrádi négyeken belül, akik már az eurózónához tartoznak, vannak, akik azonnal csatlakozni akarnak, mi viszont úgy tűnik, hogy nem akarunk csatlakozni. A Varga Mihály azt mondta, hogy 2020 fele most már lesz lehetőség arra, hogy Magyarország az eurózónához csatlakozzon, tehát elképzelhető, hogy középtávon már az eurózónához csatlakozás az egy valós forgatókönyv lesz Magyarországon. Ugyanakkor a viselkedési négyek közötti ellentétek azok sokkal kisebbek, mint a közös érdekek, hiszen Lengyelország is felismerte, hogy hiába ő egy nagy hatalom, és hiába környékezi meg Németország számtalan alkalommal, Németország nem azt fogja nézni, hogy mi a lengyeleknek az érdeke. Igen, és Lengyelország is csak akkor tudja teljes mértékben képviselni a saját érdekeit, hogyha ez a négy ország összefog. Nem beszélve arról, hogy most Sebastian Kurz várható hatalomra kerülésével októberben Ausztriában, akkor az is lesz egy fordulat, és a viselkedési négyek mondjuk Ausztriával is majd ki tud egészülni. Ugorjunk egy nagyot, a Népszava címoldalán közli a meglepetés számomra. Újabb kemény bírálatot kaptunk Washingtontól. Megszólalt a külügyminiszter. Azt mondta, hogy a külügyminiszter, nem szó szerint idézem, azt mondta, hogy úgy látszik, hogy Amerikában nem jól tájékozódnak, rosszul vannak informálva. Elég szokatlan, hogy Washington az Európai Unióról beszél,
mert hogy a NATO-ról beszél az érthető, hogy nem felelünk meg sem az Európai Unió, sem a NATO szellemének. A civil törvény kapcsán és a CEU kapcsán van ugye vita az Amerikai Egyesült Államokkal is. Látszik, hogy itt a külügyminisztériumban még egyértelműen a demokrata adminisztrációnak a korábbi ott maradt emberei vannak. Ők a tanácsadók, ők irányítják a külpolitikát, és nincsenek is utánpótlási republikánus pártnak, főleg Trumpnak nincsen. Macedóniában is például egyértelműen egy demokrata párti karrierdiplomatát neveztek most ki nagykövetnek, tehát látszik, hogy Trump még a nagyköveti pozíciókat sem tudja feltölteni a saját embereivel. Drága elemző úr, az senkit nem érdekel, hogy Amerikában van utánpótlás, vagy nem. Ő az amerikai nagykövet, ők a tisztviselők a külügyminisztériumban, akkor mondjuk azt, hogy addig nem fogadjuk el a leveleiket és a véleményüket, amíg nincsenek változások? Itt fenntartásokkal kell kezelni, itt ez a beavatkozó külpolitika az megmaradt még továbbra is, a külügyminisztériumban nagyon sok demokrata párti személy van, és nagyon sok demokrata párti személy határozza meg a külpolitikai törekvéseket. Rendkívül fontos az Amerikai Egyesült Államokkal jó kapcsolat fenntartása. A civil törvény kapcsán látszik, hogy nincs olyan nagy nyomás, tehát ott azért látszik, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is hasonló jogszabályok vannak, Izraelben is, és számos országban próbálják már a külföldi támogatásra rendelkező civil vagy nem civil szervezeteket kiszűrni, illetve visszaszorítani. Ez a törekvés, ez egy legitim törekvés, ezt a Velencei Bizottság is alátámasztotta. A CEU kapcsán pedig elkezdődtek a tárgyalások, és leginkább azon fog múlni, hogy milyen megállapodás fog kikörkezni, hogy a CEU milyen magatartást választ. Ugye látjuk, hogy a többi, mondjuk egy másik amerikai egyetem esetében, például a helyi kormányzó simán meg tudott állapodni a magyar kormányra. Nem izasztom ön tovább, hisz még a végén fogja magát és elmegy szabadságra. Úgyhogy bízom benne, hogy legalább még egy hetet kibír ebből a melegből, majd utána menjen szabadságra. Kedves nézőim, Deák Danielt, a Nézőpont Intézet elemzőjét látták és hallották az elmúlt bő negyed órában. Bízunk benne, hogy a szabadságát kicsit félretolja, hogy tudjon jönni nekünk még legalább egy hétig elemezni. És most jön a híradó után itt lesz velünk Heizler András, a Mazsihisz elnökő, majd őt követi Bárándi Péter és Kovács László. Most akkor nézzük a híradót, és hamarosan jövünk vissza. Addig is ne felejtsék, az ablakokat már be lehet csukni, mert csak a meleg jön be, léghűtést bekapcsolni, rétegesen öltözni, és odafigyelni a folyadékháztartásra. Már is jön a híradó.